Filmünk szereplői kitalált alakok, a műsorban csúnya szavak hangzanak el, megtekintését semmilyen korosztálynak nem ajánljuk. Szevasztok, ez itt a Handicap, a 6-3 sportfogadó vlogja, és ma két nagyon fontos dolgot fogunk megbeszélni. Egyrészt azt, hogy mennyire vagyunk szenvedélybetegek, másrészt pedig, hogy kisgyerekek ne játszanak ilyen butaságot. De egyszerűen csak megvédesz engem az önpusztító létformám következményeitől. Kés villa oló tipnik szelvény gyerek kezébe nem való, ahogy a közmondás is szól, szóval nektek már csak a netes pornó marad, én pedig ünnepélyesen kihelyezem a 18-as karikát ide a sarokba, és szerencsére most már kurvára beszéltek csúnyán is. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Az utóbbi időben egy kicsit ráfügtem erre a sportfogadás nevű szenvedélybetegségre, és egy barátom azt mondta, hogy a Tipmix Pro-n van egy ilyen nagyon tuti kérdőív, amit ki lehet tölteni, és kiderül, hogy azok vagyunk-e vagy sem. Nézzük meg! Játékfüggőségi kérdőív. Hát már a neve is nagyon jó. Vajon te is veszélyeztetett vagy? De jó, utoljára Spektrumon hallottam ilyen dumát. A következő kérdések segítségével te is könnyen ellenőrizheted, hogy hajlamos vagy-e a játékfüggőségre. Válaszolj őszintén igennel vagy nemmel az alábbi kérdésekre. Fektetett már több pénzt a szerencsejátékba, mint amit az anyagi helyzete egyébként megengedett? Igen. Volt már sikertelen kísérlet a játék abbahagyására? Nem, mert sose volt ilyen kísérlet. Nyugtalan vagy izgatott akkor, ha nem játszhat? Hát olyan volt már, hogy a lottozóba fölrúgtam volna egy öreg nénit, mert a kaparós sorsjegyekkel ott vacakolt órákon keresztül. Kritizálta már a környezete a túlzott mértékű játék miatt? Egyszer egy haverom nagyon leszúrt, mert csináltam egy 14-es kötést, ez annak számít, nem? Érezte már magát hibásnak a játék, vagy annak negatív következményei miatt? Nem, mert mindig a csapatok a hibások, de ez nem gondoltam, hogy ez jó jel lenne. Próbálkozott már azzal, hogy a játékban elvesztett pénzt újabb játékkal nyerje? Minden alkalommal. Vett már igénybe kölcsönt annak érdekében, hogy játszani tudjon? Hát a kocsit még nem adtam el, de meg a házat se. De volt, hogy kölcsönt kértem, persze. Hazudott valaha családtagjainak vagy bárkinek a szerencsejátékról, illetve ezzel kapcsolatos veszteségeiről? Lehet. Legyen igen. Követett el valaha illegális cselekményt azért, hogy játszhasson? Hát, ha volt egy jobb boc valahol, akkor igen. Volt már arra példa, hogy a pénzért könyörgött valakinek, hogy... hát ez micsoda? Volt már arra példa, hogy pénzért könyörgött valakinek, hogy játékból eredő adósságait rendezhesse? Hát nem, egyszer hangosan sírtam, de az nem könyörgés. A teszt kiértékelése. Figyelem, a játékfüggőség szempontjából veszélyeztetett vagy. Ez az! A játékfüggőség szempontjából veszélyeztetett vagy. Kétszer is. Nem állítható határozottan, hogy játékfüggő vagy, de kritikusan kell szemléled önmagadat. Ha úgy érzed, hogy blablabla. Viszont itt van egy nagyon király e-mail cím. Demetrovics Zsoltnak lehet írni egy e-mailt. Én szerintem írok is. De király. Mivel hogy most szépen kiderült, hogy szenvedélybeteg vagyok, ezért három tipp helyett most csak kettőt teszek, hogy azért mérsékeljük ezt az egészet. Két angol bajnokit néztem ki a hét közepére, szerdai meccsek, van egy Everton West Ham, és van ez a jó nevű Bournemouth, vagy micsoda, szépen magyarul ejtve Bournemouth és a Burnley. Mind a kettőnél X2-t tennék, mégpedig azért, mert elég jók ezekre a szorzók, és miért ne lehetne igazából X2-t? Milyen szépen megmagyaráztam, nem? De tényleg ekkora barom vagy? Nem, csak osztoma. Legalábbis egy online IQ-teszt szerint... Ostoba vagy. Azért ezt a két mérkőzést választottam, és azért tettem X2-re, mert szerintem mind a két meccs három esélyes, és ezekből le tudok fogni elég jó otthon két kimenetelt is. Szóval most megnézem ezeket, ezt a kettőt kötöm össze, és szólóba is megteszem. Ez biztos. Mint ahol áll. Mára ennyi, kövessetek minket a 6-3 YouTube csatornáján, fönt vagyunk a Facebookon is, keressetek minket a 6-3.com-on is, ott további tippeket találtok, de az Instagramon is fent vagyunk, handicap 6-3 néven, és ne felejtsétek, a szerencse nem véletlen.